Tancsó Péter számomra egy bűnös jelvezet, annak ellenére, hogy már jó pár éve elbúcsúzhattunk, attól a szerény filmeket kritizáló kózoshajú fiútól, akit régen megszoktunk. És az is igaz rá, hogy a minősége hatalmasat romlott, és már a nagy népnek gyárt tartalmat, azoknak, akik többen vannak. Nem azoknak, akik régen a filmkritikái miatt megszerették, viszont nekem sajnos megmaradt, mivel szeretem a humorát, mert egyébként nem egy buta ember. Azonban olyan lett, mint a tévé. Könnyen fogyasztható, nem is kell rá igazán odafigyelni, lehet mellette mondjuk nem takarítani. Mostanában olyan szinten megnövekedett a néző tábora, hogy úgy érzi, tényleg bármit megtehet. Legyen ez akár egy gyerek megalázása is. Ő nem alázza meg a gyereket, nem, de kitette az internetre, mint egy rongyot, odavethette a saját néző élé, az internetre a sok éhes hiéna közé, akik a fárasztó nap után csak arra vágynak, hogy végre bele tudjanak harapni a döglött húsba, amelyet Dancsó lökik nekik. A döglött húsba, a szétszincált videóba, amit lehet támadni, mert egy 14 éves gyereket lehet támadni. De miért idegesít ez ennyire engem, miért foglalkozok én ezzel? 13 évesen kezdtem el a videózást, messze túl fiatalon, de akkor még én is Dancsó Péter szerettem volna lenni. Szóval kamerát ragadtam és magamat videóztam, csak annyi különbsége, hogy 13 évesen még nincs elképzelésünk arról, hogy mi az, amit ki kell rakni az internetre, és mi az, amit hanyagolni kell. Viszont amikor én elkezdtem, akkor szerencsére nem online bullying kapott el, ami sokkal veszélyesebb és mélyrehatalóbb, mint a fizikai része, amivel mindőtök így vagy úgy részt vesz, vagy kapja, vagy adja. Ha szerencsés vagy, akkor nagyon kevés ideig kapod, és szerencsétlen vagy akkor, ha adod, és sokáig kapod egyaránt. A való életben való bullying, magyarul talán bántalmazás, általában egy szűk csoport által való kiközösítés. Bántalmazást jelent, ezt azért kapja egy adott gyerek, mert társadalomnak lejjebb tartozódik egy adott ranglétlán. Lehet ez azért van, mert gyengébb, vagy más sportot szeret, mint a legtöbben, vagy olyan hobbija van, ami akkor még nem elfogadott. Én 13 évesen videózásba kezdtem, és akkor még nagyon nem volt elfogadott. Emiatt mai napig stressz jön rám, amikor meghallom Pankúgy a Dark Horse paródiájának az elejét, mert ez volt az a videó, ami mindig megnézett az osztály, mielőtt jött a hideg zuhany, azaz az én videóm. 13 évesen akkor a sebet vágott rajtam, hogy az akkori osztályom rajtam nevet, és hatalmasba ki van fetítve a fejem a osztályteremben, hogy mai napig, ha lekerülünk kamera elé, az stresszes. És ha meghallom a Dark Horse paródiát, akkor PTSD-t okoz. Azóta egyenesen rühellem magamat visszalátni felvételeken. Maximum 20 gyerek nevetett rajtam, és ennek ekkora hatása volt. Dancsó Péter videóját már 50 ezeren látták, úgyhogy még nincs kint egy napja. Mit gondoltok, mekkora lelki terrort fog okozni egy 14 éves gyereken ugyanez? Én éreztem magamat rosszul azok után, amiket a kommentekben láttam. Van, aki már azt rebegzseti, hogy mennyit verhetik ezt a gyereket az iskolában, mert ő bizony olyan az erősek közé tartozik. Ez az, verni kell a gyereket, mert attól lesz egészséges. Verd meg, mert gondolkodik. Verd meg, mert okosabb nálad. Verd meg, mert érdekli az angol királyi család. Engem a Titanic katasztrófa érdekelt 13 éves koromban, gyertek, verjetek meg, úgyse kaptam még eleget az élettől. Kedves Dancsó, gyerünk, még a videó végén szúrjál bele még egyet, de egy olyan dologba legalább, amiről nem tehet. Ráadásul ez a szemüveg is tökre boomeres. Ez a felül van keret, alul nincsen, ez tiszta boomer. Kedves gyerekek, akik nézik ezt a videót és nem azt csinálják, amit a többiek. Emiatt kiközösbe vagytok, tömegekből csúfolva vagytok. Az ilyenek miatt, mint Dancsó Péter, nehogy abba hagyjátok, amit csináltok, mert rengeteg olyan dolgot tanultok, amit a későbbiekben használni fogtok. Veszetek el nyugodtan az alkotás világában, és sportoljatok azt, amit szerettek. És tudjátok meg, hogy az általános iskola egy olvasztó tégely, ahol se a tudás szerint és se érdeklődés szerint nem szűrik a gyerekeket. Nyugodjatok meg, később majd ti lehettek azok, akik a legjobb hangulatot csinálják az osztályba, és el fogják fogadni minden furcsaságotokat. Én meg örülök, hogy általános iskolá falai között lettem megverve, és nem a komment szekcióba, és nem lettem még egy tégla a falba. Te se legyél az.